A levél alaptani vizsgálata. Most nézzük meg, a levelet milyen alaptani jellemzők alapján tudjuk csoportosítani. Mielőtt megtennénk, azért tudnunk kell, hogy a levél a szár korlátolt növekedésű oldalszerve. Itt zajlik a tápanyagkészítés a növényeknél, illetve a párologtatás, valamint a légzés folyamata. A levélnek alaptanilag három fő részét különítjük el. A levél alap, a levélnyél és a levéllemez. Abban az esetben, ha a levélnyélhez egyetlen egy levéllemez tartozik, egyszerű levélről beszélünk. Abban az esetben viszont, amikor egy levélnyélen több levéllemez található, akkor összetett levélről beszélünk. A rózsának a levele például egy páratlanul szárnyalt, összetett levél, de ugyanezt tudom elmondani a diófa leveléről, a trombita folyondár leveléről, szintén páratlanul szárnyalt levél, illetve a gesztenyefa levele is egy összetett levél, mégpedig tenyeresen összetett. Most nézzük meg a további alaptani fontos jellemzőket. A levéllemez valójában a levélnek a lapos része, amelyet gazdag erek hálóznak be. Ezek az erek valójában a szár, fa és háncs elemeinek a folytatásai. Attól függően, hogy hány szikű a növényünk, lehet főeres egy levélerezet, például a borostyán esetében, amikor középen fut egy megvastagodott főér, majd abból kisebb oldalerek ágaznak el, másképpen ezt hálózatos levélerezetnek is nevezzük. A másik esetben egy szikű növényeknél, ilyenek például a fűfélék, a fűféléknél a levélerek egymással párhuzamosan futnak, ezért úgy is nevezzük, hogy mellékeres levélerezetük van. Ezek nagyon fontos jellemzők a növények határozásánál, illetve mindemellett a levéllemez tagoltság szerinti csoportosítása, és akkor nézzük meg, hogy a levéllemez tagoltsága szerint milyen lehet. Tagoltsága szerint a levéllemez lehet szeldelt, lehet osztott, mint például itt a pongyolapitpang esetében, lehet hasadt, például a kocsányos tölgy esetében, lehet tenyeresen karélyos, vagy szélesen karélyos, illetve lehet tenyeresen osztott, például a juhar esetében. A levél alaptanilag lehet tűlevél, például az erdei fenyő levele, lehet hosszúkás alakú levél, lehet szív alakú levél, lehet kerekded levél, lehet hegyesen elliptikus levél, kerekded, hasadt levél, és lehet lándzsa alakú levél. A levéllemez a széle szerint lehet épszélű, például ennek az orgonának a levele, lehet hullámos szélű, lehet csipkés, lehet fűrészes, lehet kétszeresen fűrészelt szélű a levelünk, és lehet fogazott szélű a levelünk. A levél következő alaptani jellemzője a levélválla. Nézzük meg, milyen lehet. A levélváll lehet ék alakú, lehet kihegyesedő, lehet egyenlőtlen válló, lehet nyílformájú, lehet lekerekített, szív alakú és egyenes válló. A környezethez való alkalmazkodás tekintetében a leveleknél bekövetkezhetnek bizonyos alaktani és működésbeli változások, attól függően, hogy milyen szerepet töltenek be az egyes levéltípusok, levélmódosulások jöhetnek létre. Ilyen például a rózsának a levéltövisei, vagy akár említhetném az akácfának a levéltöviseit,
amelyek levélmódosulásként védőszerepet töltenek be. De ugyanúgy levélmódosulás rovarevő növényeknek a rovarfogásra alkalmas levelei is, valamint a borsónak a levélkacsai, amelyek fogásra alkalmasak.